A szabadkereskedelmi egyezmény kérdése nagyon fontos Szerbia számára, mondta Vučić, hozzátéve, hogy minden ezzel kapcsolatos dolognak az év végéig el kell készülnie. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy reményei szerint már az idei évtől közvetlen repülőjáratok lesznek Belgrádból Kínába. A szerb államfő kiemelte, a kínai elnök megerősítette, alig várja, hogy Szerbiába látogasson, de a koronavírus miatt az utóbbi időben nagyon ritkán jár Kínán kívül. Stratégiai kérdésekről, kölcsönös támogatásról, a területi integritás megőrzéséről is beszéltek a nemzetközi intézményekben és szervezetekben. Ez nagyon fontos Szerbia számára, Koszovó miatt, mondta Vučić. To nije pitanje samo za naše poljoprivredne proizvođače, za naše vinare, vinogradare. To je pitanje proizvođače rakije i svega drugog da svoje velike količine mogu da prodaju na zahtevnom, ali najvećem tržištu na svetu kako je kinesko. Već je to pitanje i dovođenja novih investicija i sa zapada i drugih delova sveta, jer kad budu znali da imamo ugovor o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom, onda Srbija zaista postaje ubedljivo najbolje mesto za ulaganje u čitavom tom delu Evrope. Ezzel pedig tovább nő Szerbia gazdasági ereje, tette hozzá. Alexander Vučić elmondta, nagyon nagyra értékeli, hogy új kínai befektetők érkeznek Szerbiába. Szó esett a haditechnikai együttműködésről, de olyan infrastrukturális projektekről is, amelyeken Szerbia Kínával együtt dolgozik. Te infrastrukturne radove uvek mi platimo, ali je važno da ih neko izvodi sigurno, da ih izvodi na ozbiljan i odgovoran način u roku i veoma je važno da imamo uslove za finansiranje, dakle i kredite koje dobijamo pod najpovoljnijim mogućim uslovima. A pekingi és shanghai repülőjáratok indításáról szólva Vučić kijelentette, ezeknek a légi vonalaknak a megvalósítása egyre közelebb van, a kínai elnök pedig azt mondta, teljes mértékben értékeli az ötletet. A szerb államfő reményei szerint a légi közlekedés még az idén megindul Szerbia és Kína között.